biztonságot a szívekbe, fényességet a lelkekbe. Szabad-e idekint betlehemezni? Köszönjük szépen, akkor a húrok közé csapjuk. Áldásoknak árja, szálljon le házra, összefogja szívünk Jézus várása. Betlehem a pécsi Széchenyi téren Miklós napján. A játékot, a csodáról szóló bibliai történetet hárman adták elő. Az ünnepkörszintársulat betlehemi csodája igazán ideillik a Széchenyi térre az adventi időszakban, bár tudhatjuk a hagyományból, vagy ha kicsit figyeltünk néprajz vagy művészettörténet órán, hogy a betlehemezés az igazából karácsonykor zajlott. Ugye mentek egyik házról a másikra, és gyűjtöttek egy kis finomságot maguknak, de cserébe adtak nem csak szép bölcs szavakat, hanem lelket is magukból, a történetből. De én úgy gondolom, hogy a mai időkben, amikor kicsit kevesebb a tudás, vagy talán kicsit kevesebb az ilyen jellegű kultúra, nagyon fontos, hogy ráhangoljuk az embereket a karácsony estére, és ezért tartom indokoltnak ma nagyon ezt a betlehemest. Ebből megismerhetjük a bibliai történetet, de akár még egy kis humort, egy kis viccet is kaphatunk, hiszen a pásztorjáték ezt is magában hordozza. Az ünnepkörszintársulatnak vannak oszlopos tagjai, csodálatos kollégák, Várnagy Kinga színművésznő segít ma nekem ma este, illetve Balog János, aki néprajzkutató, táncpedagógus, koreográfus, így áll ma össze a csapat, és hárman meséljük el a történetet. 12 üt az óra, most születik Isten fia, a mi lelkünk váltságára, kinek anyja Szűz Mária? Krisztus Jézus született, örben tesszük, néki örömének-el zengedezzünk. Dávidnak véréből, tiszta Szűz névéből született Krisztus népünk. Tulajdonképpen ez egy hagyományos betlehemes játék. Hoztunk egy láncosbotot, hogy egy kicsit zöröghessünk. Itt van ugye az énekhangunk velünk, ez az elsődleges. Elhoztuk a kobozt is, meg a gardon, de ezek inkább, hogy mondjam, hangulatkeltő elemként szolgálnak. A fontos inkább a szöveg és a dalok, amik elhangzanak. Én szerkesztettem ezt most szerénytelen, de sok munkám van benne, kutatásom a zenei anyagot, és igyekeztem most ezúttal nem a dialektusok szigorúságát figyelembe véve válogatni, hanem inkább egy ilyen művészi ráérzéssel a szívhez szóló darabokat elővenni. A te szavaid szerint. Angyal hirdeti Jézus születését, mennyei fényesség földre érkezését. A társulat férfi tagja tanítja, kutatja a népi hagyományokat a civil életben. Alapvetően fontosnak tartom azokat a néphagyományban rejlő értékeket megőrizni és bemutatni, amik manapság azért már nem annyira nyilvánvalóak, főleg a bennük rejlő mondani való miatt. Én néptáncpedagógusként egyébként az iskolában a gyerekeknek minden évben tanítom ezeket, ha lehet helyi gyűjtési anyagokból próbálunk betlehemes játékokat összeállítani és bemutatni. Hogy itt a téren miért fontos? Azért fontos, mert sokkal nagyobb közönséghez juthat el, és sokkal szélesebb városi közönség előtt lehet bemutatni, mert nagyon sokan nem feltétlenül jutnak hozzá ilyen produkciókhoz, nem láthatják azokat a akár művészi értékeket, azokat a hagyományos mondani valókat nem érthetik meg emiatt, amik ebben benne rejlenek. Dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek. Dicsőség, dicsőség Istennek.
Többféle típusa van ezeknek a betlehemes játékoknak, kicsit más Erdélyben, kicsit más a Dunántúlon, vannak Mária játékok, vannak, tehát mindig más a hangsúlyos szereplő benne. A betlehemes játék egyik fontos eleme egyébként az improvizáció. Vannak kötött szövegrészei, van egy kötött cselekménye, de természetesen lehet improvizálni benne, lehet hozzákölteni szöveget nyilván az adott keretek között. Ez az előadás sem mindig egyforma, tehát nincs két egyforma előadás. Hol itt egy kicsit más a szöveg, hol itt, ahol lehet, ahol engedi a szövegkörnyezet, a közösség, akik között éppen előadjuk, ott mindig kiegészül, tehát igyekszik kapcsolódni a közösséghez is. Itt most ez egy kicsit nehezen lesz megvalósítható, mert elég távol vannak a színpadtól, de egy kis közösségben előadva ez egy nagyon jó kapcsolatteremtő eszköz. Egy-két elem így most hiányozni is fog ebből a darabból, ami egyébként benne van, ami pont ezt a kapcsolatteremtést szolgálja. Angyal, ismerem én a szerekacsintását. Hey! Megbolondult a te elméd, nem szokta az agyad ezt a nagy fényességet. János Koma, ne szaporítsuk a szót, induljunk. Hát mondja, induljatok, Jézuskát köszönteni, vigyetek neki ajándékot is, hát ha úgy kevésbé fázik a szót.